1944. június 15-e fekete nap a dunaszerdahelyi zsidók életében. A városból és a környező falvakból 3000 zsidót vittek el haláltáborokba. Az ő emléküket idézi fel minden évben a dunaszerdahelyi zsidó hitközség. Idén a járvány miatt nem volt lehetőség arra, hogy a világ különböző pontján élő holokauszt túlélők leszármazottai a zsidó temetőben a holokauszt emlékműnél róják le kegyeletüket. A megemlékezés egy részét a temetőben felvették videóra, amit az interneten elérhetővé tettek. Konfel Tibor, a helyi zsidó hitközség vezetőségi tagja, fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek az elődökről, akik áldozatul estek a nagy tragédiának. Erre azért van különösen szükség, mert az antiszemitizmus a mai napig jelen van a társadalomban. Folyamatosan nő, nem csak Európában, hanem az egész világon az antiszemitizmus. Még olyan helyen is, mint Afrika, ahol nem volt probléma ezzel, de már ott is van. Valamikor régebben Izraelben tőlünk, meg Kelet-Európában volt a legtöbb kivándorló. A mostani években a legtöbb kivándorló Franciaországból és Angliából érkezik Izraelbe, ami nagyon sok mindent elárul, hogy még ezekbe a hagyományos demokratikus országokba is nő az antiszemitizmus. A videokonferencián beszédet mondott a Központi Zsidó Szövetség elnöke és izrael-szlovákiai nagykövete is. Boaz Modály kiemelte, a múltat nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert Szlovákiában egykor virágzó zsidó közösségek éltek. From my point of view, the most important thing is that you, who still live in this country, commemorize the times of the Holocaust, and you mention the people that used to be part of this big and flourishing community. It is so important for their memory, and it is very important for the future of this country and its Jewish communities. Szól a kakas már, majd megvirrad már. A megemlékezés részeként felidézte dunaszerdahelyi emlékeit Krausz Michael Mehr is, aki holokauszt túlélő szülők gyermeke. Ma Jeruzsálemben él, de büszke gyökereire és sok szállal kötődik a városhoz. Én még emlékszek a Adász Iszrael templomra, ahol tartottak a nagy ünnepeket, Jom Kippur, Rosh Hashanah, és ottan megélhetem a első gyermekközi közösségi életét. Kommunisták előbb raktárát csináltak a templomból, később pedig lerombolták. Sajnos a gyönyörű nagy templomunkat is le kellett bontani, mert mivel életem folytán bombatalást ért, és nem volt pénz felújításáról. A 6 millió áldozat emlékére imádság kíséretében emlékfáklyákat gyújtottak a holokauszt emlékműnél.